majdnem sovány, nyomálnál. Hát azt mondom, hogy sovány. És azt mondom, hogy sovány. Ha így, hogy nagy, Thank you.
Gabriel. Dohány hozza a formát.
elérhet, amikor valaki kiállít. Vagy jogos, vagy nem, tök minden, össze-vissza állítom, mert minden is onnan nem veszi el otthon, hogy mennyivel magasztott, hát persze, hiába ugrálok.
Segíteni.
akkor leszállt, hogy semmi, elmentek ide. Akkor mondták, hogy este volna 8-8-8 lábfizetéssel. Úgyhogy várt egy napot az unokanővére, még ott van a Pesten, és akkor így csak 33 ezer lehet látni, hogy most ment. Szinte, mondom, hogy egy öbletős, hogy nagy zába, hogy Svédországban kijöttek. Fényben a telefon, az vagy szerinted hol? Hát mondom, hülye mondom, biztos eltéveszi a Várj, mondom, hogy úgy, hogy ezt
Nézd meg el! Hogy ott is fájlek! Könnyű mérkőzés itt Ózdon, így a bajnokság vége felé, sőt, nagyon-nagyon meg kellett küzdenünk és megizzadni a győzelemért. Mindkét csapat elég foghíjas már így a bajnokság vége felé. Nálunk is a bal szélső játékosunk nem tudott elutazni, aki 6-8 gól átlagot dob egy mérkőzésen. Ennek a hiányát is megéreztük. Mindkét csapat rengeteg technikai hibával játszott. Talán ebből egy kicsit mi jöttünk ki jobban, és a védekezés is nagyon sok hibát, a védekezésben nagyon sok hibát követett el mindkét csapat. Talán ebből is jobban mi jöttünk ki, de meg kell említem, az első félidő második felében a kapusunk jobb teljesítménye alapján szereztünk előnyt, és ezt végig tudtuk tartani. Most, hogy vége a bajnokságnak, minden játékosunknak szeretném nagy szeretettel, tisztelettel megköszönni azt, hogy együtt volt velünk egész évben, mindenféle körülmények között megmaradtak, és végig küzdöttük. Azt hiszem, Mezőkeresztes történetében első női kézilabda MB2-es csapatuk első évük Mezőkeresztesi Sportegyesületnek. Tudtunk segíteni, tudtam segíteni személy szerint is abban, hogy továbbra is MB2-es csapatuk maradjon. Vélhetően az 5.-6. helyen, tehát a középmezőnyben végez a csapat minden nehézség ellenére. Nagyon köszönöm még egyszer a lányoknak, gratulálok mindenkinek, és köszönjük a csapatvezetőknek, és mindazoknak, akik a csapat mögött álltak és szurkoltak egész évben nekünk, még akár idegenben is eljöttek szurkolni. Köszönettel tartozunk mindenkinek. Várjuk a jövőben is a támogatásukat és a segítségüket.
Nagyon örülünk a mai győzelmünknek, a végére nagyon szoros lett. Hát örülhetünk, hogy Gabi a kapuban ezt az utolsó két fontos zicsert megfogta, mert hogyha az bement volna, akkor igen, csak bajunk lett volna nekünk a meccsel. De örülünk, hát látszott a csapaton, hogy elfáradtunk, a végére elkészültünk az erőnkkel, ugye ennek az az oka, hogy keveset tudunk együtt edzeni, erőnlétünk nem a legjobb. De örülök neki, hogy az utolsó meccsen a bajnokságot ilyen szép győzelemmel tudtuk befejezni, és gratulálok a csapattársaimnak, mindenkinek.